Jelen sorozat eddigi előadásai során meglehetősen ötletszerűen kiválasztott példák elemzése segítségével fontos elvi megállapításokat tettünk a mágiával kapcsolatban. Megállapítottuk, hogy a mágia ellenkezik mind a keresztény hittel, mind a józan ésszel. Megfogalmaztuk a mágia lényegét, amely nem más, mint a numinózum manipulációja. Foglalkoztunk a numinózummal, vallási értékkel, amelyre a mágikus manipuláció irányul, és megállapítottuk, hogy a hiteles numinózum nem manipulálható. Ennek megfelelően a mágikus tevékenység mögött rejlő numinózum vagy egyáltalán nem létezik, ez a csalás esete, vagy pedig perverz numinózum, pukott angyal, démon. Ez utóbbi a működő mágia esete. A működő mágia mögött mindenképpen démoni erők állnak, akár fekete, ártó, akár fehér segítő mágiáról van szó. A démonokkal való együttmunkálkodást azonban legfeljebb a fekete mágia művelői ismerik el. A fehér mágusok egyéb szellemi erőkre hivatkoznak. Ezeket vagy nyíltan numinózumnak nyilvánítják, angyalokra, túlvilági szellemekre, nem keresztény kinyilatkoztatásokra, ősi bölcsességre, sőt olykor keresztény misztikára utalva, vagy pedig tagadják, hogy bármilyen numinózumról volna szó, és tudományra, természetes erőkre, sugárzásokra, rezgésekre, az univerzumban vagy az emberi tudattalamban rejlő lehetőségekre utalnak. Valójában ezeket is numinózumnak tekintik, csak nem kifejezetten, hanem burkoltan. Volt alkalmunk megismerni a numinizáció fogalmát, ami abban áll, hogy egy önmagában profán valóságot vallási értékként kezelünk. Láttuk, hogy a numinizáció reális is lehet, de gyakran megalapozatlan, irreális. Irreális numinizáció rejlik például a nemzetfogalom abszolutizálásában, ami első pillanatra pusztán politikai elvnek látszik. Az irreális numinizáció, bár lehet kifejezett is, igen gyakran burkoltan történik. A burkolt numinizációnak egyik formája az abszolutizálás, amit a nacionalizmus példáján már láttunk. Jól látható az abszolutizálás a következő New Age principiumban is: az univerzum elég gazdag ahhoz, hogy minden eljöjjön belőle hozzám, amire szükségem van. Ez nem más, mint az univerzum abszolutizálása. Most a burkolt numinizációnak egy másik formájával fogunk foglalkozni, az a priorival. Ez abban áll, hogy bizonyos föltételezéseket a priori, azaz eleve elfogadunk, ellenőrzés és bizonyítás nélkül, mintha isteni kinyilatkoztatásról, vallási hitről lenne szó. Erre kitűnő példa a homeopátia. Amikor Samuel Hahnemann, aki 1755-ben született és 1843-ban halt meg, amikor Hahnemann a lipcsei majd bécsi egyetemen az orvosi kart látogatta, az orvostudomány még nem sokat tudott a betegségek okairól. Hahnemann előtt világos volt, hogy a gyógyítás egyelőre a tapogatózás állapotában van. 1799-ben tette le doktori vizsgáját Erlangenben, de már 1796-ban közzétett egy új elméletet a gyógyító anyagok hatásáról, amelynek lényege Paracelsus principiuma similia similibus curantur. Hasonló a hasonló által gyógyul. Ebből az alapgondolatból fejlődött ki a homeopátia, amelyet a hivatalos orvostudomány ugyan elutasított, mégis napjaink egyik divatos módszerévé lett, és manapság számos támogatóra talál
az orvosok körében is. Hahnemann azt figyelte meg, hogy a malária gyógyszere a kinin, ha egészséges ember veszi be, a maláriához hasonló tüneteket idéz elő. Ezt a megfigyelést általánosította azzal, hogy nem a betegség tüneteit enyhítő, hanem a betegség tüneteit előidéző anyagot kell használni a gyógyításhoz. Egy homeopata teoretikus ezt logikusnak nevezi. Idézem, mivel a tünetek nem mások, mint a szervezet erőfeszítései a homeosztázis vagy egyensúly helyreállítására, logikus olyan anyagot keresni, amely túladagolás esetén a páciens által tapasztaltakhoz hasonló tüneteket okozna. Idézet bezárva. Talán már is érzékeljük, hogy itt valami nem stimmel. Mert lényegében az van kimondva, hogy a hasmenést hashajtóval kell kezelni, a vérmérgezést vérméreggel, az égési sebeket tüzes vassal. Hahnemannak is nehézséget okozott, hogy gyógyszereitől a tünetek fölerősödtek, amivel akár meg is ölhette volna pácienseit. Ekkor találta ki azt a megoldást, hogy erősen felhígított oldatokat használt. Ezek a hatóanyagot olyan kis mennyiségben tartalmazták, ha egyáltalán tartalmazták, ami az emberi szervezet tömegéhez képest tökéletesen elhanyagolható. A hígítás a homeopátiában minden képzeletet meghaladó fantasztikus méreteket ölt. Olyanokat, amelyekben a hígított anyag gyakorlatilag elvész az oldószerben. Íme egy rövid számítás, amely a hígítás arányait szemlélteti, Robert Parktól, egy amerikai fizikustól. Ő megjegyzi, hogy mivel egy vegyület legkisebb mennyisége az oldatban a molekula, ahhoz, hogy egy 30 C hígítású oldat, ez a C, ez a százszoros hígítást jelöli a homeopátia rendszerében, tehát ahhoz, hogy egy 30 C hígítású oldat legalább egy molekulát tartalmazzon az eredeti anyagból, legalább 10 a 60-on számú vízmolekulát tartalmazó oldatmennyiségre volna szükség, amihez a Földnél több mint 30 milliárdszor nagyobb méretű tartályra volna szükség, hogy egy molekulánk legyen az anyagból. Nem szükséges tudományos képzettség, hogy világosan lássuk, az az anyag, amely gyakorlatilag nincs jelen az oldatban, nem hathat. Ezen a ponton a homeopatikus gondolkodás elszakad a tudományos gondolkodástól. Áltudományos magyarázatot bőven kapunk. Az oldat emlékezéséről, az anyag struktúrájának, mintájának visszamaradásáról, a szervezet rezonancia képességéről, elektromágneses rezgésekről, szubatomikus erőterekről, életerőről, testlélek személyiségről, stb. De ezek a magyarázatok, amellett, hogy érvelésükben a szellemi zűrzavar jegyeit mutatják, nem tudnak változtatni az alapvető tényen, hogy tűnik az állítólagos gyógyszerek ténylegesen nem vesznek részt a gyógyításban, nincsenek ott. Hogyan született ez az elrugaszkodás a fizikai valóságtól? Olvassuk egy homeopata sorait. Idézek. Az első lépés a gyógyszerek felhígítása volt. Ez a kísérlet azonban kudarcot vallott. A felhígított gyógyszerek esetében a reakciók ugyan kisebbek lettek már, de ugyanakkor csökkent a gyógyító hatásuk is. Hahnemannt nem lepte meg az eredmény, hiszen kémikusként erre számított. Végül Köthenben sikerült egy addig ismeretlen gyógyszer előállítási módszert felfedeznie. Hogy hogyan jött rá, mi ihlette felfedezésre a zseniális orvost, nem tudjuk. Itt közbeszólok, nem tudjuk, mi ihlette erre a felfedezésre Hahnemannt. Folytatom az idézetet. Az eredeti ötlet szerint
A gyógyszereket most is hígította, de ezt követően azokat alaposan felrázta. Ezt a módszert Hahnemann potenciálásnak vagy dinamizációnak nevezte el. A kiinduló pont minden esetben az ős oldat. Ahhoz, hogy egy úgynevezett C-potenciát kaphassunk, ezt 1:100 arányban felhígítjuk, egy csepp ősoldatot egy kémcsőben 100 csepp borszesszel hígítunk, majd bedugaszolva az üvegcsét, rázogatás közben 100-szor hozzáütjük egy kemény, de elasztikus tárgyhoz, például egy vastag, bőrkötéses könyvhöz. Ismét közbeszólok, ez a zseniális módszer. Rázogatás közben oda ütögetjük egy kemény, de elasztikus tárgyhoz. Folytatom az idézetet. Aztán ebből az oldatból, a C1-ből egy cseppet egy újabb kémcsőbe teszünk, és 100 csepp borszesszel keverve, az előbbi módon újra összerázva, 100 erős ütéssel dinamizáljuk. Az így keletkezett potenciát C2-nek nevezzük, egészen addig csináljuk, amíg a C30-at el nem érjük. Ismét közbeszólok, tehát 100-nak a 30. hatványára hígítjuk az oldatot, ami 10 a 60-on. Folytatom az idézetet, a leggyakrabban használt C-potenciák a C30, ez amiről most volt szó, a C200, a C1000, a C10000 és a C100000. A gyakorlatban a magas költségek miatt a potenciálás folyamatához szükséges borszeszt desztillált vízzel helyettesítik. Idézet bezárva. Az idézet szövegből két dolog világos. Az egyik az, hogy a leggyakrabban használt hígítások mellett készült gyógyszerek semmiféle hatóanyagot nem tartalmaznak, nincs ott már egy molekula sem. Ha az ősoldatba tett anyag bármilyen feltételezett mechanizmus útján mégis hatni tudna, hatásának mértéke akkor is teljességgel elenyésző maradna az emberi szervezet méreteihez képest. A homeopatikus gyógyszerek természettudományos szempontból nem egyebek placebónál. A másik tény, ami az idézetből kiviláglik, a következő. A zseniális Hahnemann ismeretlen forrásból merítette a potenciálás ötletét. De miért adna hatékonyságot a gyakorlatilag tiszta desztillált víznek az, hogy a hígítás minden lépésénél 100-szor hozzáütögették a kémcsövet egy kemény, de elasztikus tárgyhoz? Olvastam olyan nézetet, miszerint Hahnemann onnan szerezte ezt a jeles ideát, hogy eredményesebben tudta gyógyítani vidéki pácienseit, akikhez lovaskocsin kellett mennie, mint hogy a kocsi rázott, úgy gondolta, hogy a kellően fölrázott oldalak hatékonyabbak. Más vélemény szerint Hahnemann maga is nyíltan állította, hogy módszerét spiritista kijelentésekből vette. Ezt idéztem dr. Erdélyi Judit orvos Természetgyógyászat az ige mérlegén című könyvéből. Ez könnyen elképzelhető, hiszen Hahnemann szabadkőműves volt. A kereszténységet elvetette, keleti vallások bölcsességeit tanulmányozta. Idézek, ellenállt Jézusnak, a názáreti álmodozónak, aki nem vezette a választottakat a bölcsesség igaz útján. Ki is jelentette Jézusról, hogy e világ sötétségét hordozta, és botránkoztatta az éteri bölcsesség barátait. Ez az idézet egy keresztény weblapról származik. Ez legalábbis annyit jelent, annyit jelez számunkra, hogy milyen szellemi kontextusban született a homeopátia. Maradjunk azonban annál, a potenciálás ötletének eredetét illetően, amit a homeopata szerző is, akit idéztem, elismer, nem tudjuk, honnan merítette Hahnemann. Van tehát egy ismeretlen forrásból származó állítás,
hogy a rázás, odaütögetés potenciálja az oldatokat agyonhígítás közben, ennek igazságát a homeopaták eleve, a priori igaznak fogadják el. A potenciálás tehát hitet kap, tudományos kritika helyett, vagyis numinizálódik. Tetten értük a burkolt numinizáció mozzanatát egy természetesnek hirdetett eljárásban. Ha a potenciálást mágikus ritusnak fogjuk föl, nem természettudományos eljárásnak, akkor aztán minden a helyére kerül, összeáll a kép, a mágia nem az értelmen alapul. Újabb időkben történtek kísérletek annak igazolására, hogy az oldószer rendelkezik memóriával, és a homeopátiás oldat különbözik a tiszta víztől. Emlékszik rá, hogy milyen anyag volt az ős oldatban. Érdekes módon ezek a kísérletek semmi eredménnyel nem járnak, mihelyt a kísérletet végző maga se tudja, mikor foglalkozik a homeopátiás oldatta, és mikor a tiszta vízzel. Tehát nem tudja se tudatosan, se tudattalanul befolyásolni a kísérlet eredményét. A szkeptikus James Randi $1,000,000 ajánlott fel annak, aki meggyőző bizonyítékkal tud szolgálni a homeopátia hatékonyságáról. Az angol BBC televízió fölvette a kesztyűt, és szabatos tudományos kísérleteket végeztetett. Az eredmény tökéletes csőd, a tudósok nem tudták megkülönböztetni a potenciált oldatot a tiszta víztől. Randi megtartotta az $1,000,000. Ebből nyilvánvaló, hogy a homeopátia nem tudományos eljárás. Akik elfogadják, nem értelmi meggyőződésből fogadják el. Legfőjebb utólag keresnek érveket az a priori elfogadott eljárás igazolására. Vannak homeopaták, akik nyíltan meg is vallják, hogy a homeopátia szellemi tényezőkkel dolgozik. Idézek egy ilyen nyilatkozatot, a betegséget szellemi szinten kell kezelni, a homeopatikus terápiának ez a lényege, a homeopátia elmélete szerint nem a kémiai anyagok gyógyítják meg a betegséget, hanem az életerőnek nevezett szellemi hatalom. Az orvosságok arra vannak fölkészítve, hogy szellemi hatalom hordozói legyenek. Idézet bezárva. Ezek szerint a homeopátia mágikus eljárás. Nem tudományos felismerés áll a hátterében, hanem egy tisztázatlan, de numinizált tényező, amely kellő manipulációs eszközökkel működésbe hozható. Márpedig a numinózum manipulációját nevezzük mágiának. Levélben kaptam a következő leírást egy filmről, amit a levélíró a Pax TV-ben látott valamikor az ezredforduló táján. A homeopátia hatékonyságának igazolására a következőt tették. Törpe harcsa bajuszából, uszonyából készítettek alapanyagot, ezzel az eljárással egy mozsárban kis döngölővel a harcsa bajuszát és uszonyát porrá alakították, aminek lényeges feltétele volt, hogy a döngölés nem volt szabad abbahagyni meghatározott ideig. A döngölés vagy porrá alakítás lényege nem csak ebből állt, hanem abból, hogy a harcsa bajuszát uszonyát azzá az energiává porlasszák, ami maga a hal, tehát a halat felépítő energiává, hal energiává. Itt közbeszólok, tipikus sarlatán szöveg, hal energia. Ezután ezt a port, folytatom az idézetet, ezt a port megfelelő arányú elegyítéssel valamilyen folyadékba tették, egészen mikrohígítással. Egy kis üvegcsében ezek után ezt a hal energia port,
hatalmasan hangzik, hal energiaport, folytatom. Ezt a hal energiaport 10 ütéssel, talán a 10-es számnak nem volt jelentősége, puha dologra kellett csapniuk. A puha dolog az éppen kéznél lévő Biblia volt, tehát a Bibliára, ami talán csak véletlen volt, hogy arra csaptak, az volt kéznél, a Bibliára csaptak 10 ütéssel. Ezek után ezt a vegyített dolgot, mint információt csepegtették kis golyócskákra. Ezek a golyócskák tehát a harcsa hal energia információit tartalmazták. Hatalmas tudományos szöveg, most én szólok közbe, a harcsa hal energia információi. Folytatom. E folyamat után kiválasztottak 10 önként jelentkezőt, azzal a céllal, hogy a kész homeopátiára alkalmazandó szert kipróbálják rajtuk. Az önkénteseknek nem mondták el, hogy miből készült a szer. A kísérlet lényege az volt, hogy amilyen kellemetlen tünetet okozott a szer bevétele, többszöri alkalmazása, olyan betegség tünetekre lenne alkalmazható a szer, mint a hasonlóság elve a homeopátiában. A következő tünetek fordultak elő: gyomorfájás, szédülés, hasmenés, egy fiatal férfi erős agresszivitásról, majd depresszióról számolt be, megint zárójel teszek, ugye a törpeharcsa nyilván depressziós és agresszív. A legviccesebb, ez már a levél szövege, folytatom, egy hölgy egy reggel olyan érzéssel ébredt, mint a ő maga egy hal volna, mint a nagy halbajuszokat érezne magán. Eddig az idézet, ez nyilván mind tudományos kísérlet. A homeopátia itt úgy mutatkozik be, mint titokzatos energiákkal való manipulálás, akár a reiki, csak a technikája más, de ugyanazon a szellemi síkon fekszik. Erre sokan azt fogják mondani, de hiszen a homeopátia valóban gyógyít. Nos, ennek klinikai bizonyítékai vajmi kétségesek. Egy szakembertől idézek egy véleményt: a placebo hatások természetesen erőteljesek lehetnek, de a tünetek placebókkal való enyhítésénél mérlegelni kell a kárt is, amit a hatástalan termékekbe vetett bizalom és a rájuk kiadott pénz jelent. A spontán gyógyulás is tényező lehet a homeopátia népszerűségében. Azt hiszem, a legtöbben, akik felépülésüket egy homeopátiás terméknek tulajdonítják, ugyanúgy boldogultak volna nélküle is. Idézet bezárva. Matthias Egger, svájci kutató orvos és tímje 2005. augusztusában tette közzé eredményeit, melyek szerint csak a kis létszámú, előítéletekkel könnyen befolyásolható kísérletek mutatják a homeopátia statisztikáját jobbnak a placebónál. Idézem magát Eggert: ha a megbízható nagy létszámú kísérleteket tekintjük, a homeopátia hatásossága eltűnik, míg a hagyományos gyógyszerek hatásai megmaradnak. Ez azt jelenti, hogy nincs különbség a placebo és a homeopatikus orvosságok között. Itt zárul az idézet. A homeopátia természetes úton nem lehet hatékony. Egyszerűen hiányzik hozzá a hatástényező. Komolyan számolnunk kell tehát azzal a lehetőséggel, hogy a homeopátia kizárólag placebo hatásokkal ér el eredményt. A gyermekeknél és állatoknál is eredményes, azt az orvostudomány egy indirekt placebo hatással magyarázza, amennyiben az ápolás gondosabb és több bizalmat sugároz a betegre, a gondozónak a placebóba vetett hite miatt. Ugyanakkor azonban számolnunk kell a másik lehetőséggel is, azzal, hogy a homeopátia mégiscsak hatékony. Ebben az esetben azonban szellemi tényezőkön keresztül hat, amit számos képviselője el is ismer, és ennek előfeltétele az a numinizáció, amit az eljárásba vetett hit, az a bizonyos a priori képvisel. A priori annyit jelent, mint elsődlegesen, eleve. Vele szemben áll az a posteriori,
másodlagosan levezetve. A priori például az egyszer egy igazsága, mert önmagában nyilvánvaló. A posteriori egy történelmi adat vagy fizikai képlet igazsága, mert ezeket másodlagosan a tapasztalatból kiindulva vezetjük le. A reális numinizációk a posteriori jellegűek. Először igazolva látjuk egy személy életszentségét, aztán avatjuk szenté. Először megáldunk egy helyet, lefoglaljuk az Isten tisztelet céljára, azután tekintjük szent helynek, Isten templomának. A babonás, mágikus, okkult dolgokban valahol olyan elem rejlik, amit nem lehet levezetni. Tipikus példája ennek Hahnemann potenciálása, amely az üres oldatnak állítólag gyógyító erőt ad. Nincs válasz arra, hogy miért. A babonás imaláncok hasonló elven működnek, másod lesz 10 példányban, add tovább és nagy szerencse ér, hogy miért az a kérdés nem merül fel. A priori. Ez az a pont, ahol az irreális numinizáció tetten érhető. És itt hatol be a gonosz lélek. Akik makacsul állítják, hogy meggyógyultak egy homeopátiás szer hatására, talán tévednek. De ha nem tévednek, akkor igen nagy baj van. Mert démoni szellem gyógyította meg őket. És eljön az idő, amikor benyújtja a számlát.